kezdjünk is akkor a első témánkkal. Aki esetleg nem találkozott még veled, mit érdemes tudni a mindenről? Hogy telt ez az elmúlt hat év, ami, ami idáig, idáig vitte ezt a, ezt a magazint, és hol tartasz most így számokban? Igen, hát nagyon rövid leszek, próbálom ezt a hat évet röviden. Szóval a Minner.hu egy gazdasági oldal, nagyrészt vállalkozók olvassák, illetve persze kezdő vállalkozók is ugyanígy. Na most Ugye, amit, amit, így lehet, vagy amit érdemes így, így uh, tudni róla, hogy először egy tőzsdei oldalként indult, majd aztán a, 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 elkezdett fejlődni, ugye kiderült, hogy mondjuk mi iránt érdeklődnek az emberek, és mondjuk így a, az első, azt hiszem egy év, egy év után már elkezdődtek a vállalkozási ötlet, ötleteket elkezdtem feldolgozni a minden és hát ugye most már ott tartok, hogy több mint 200 van fent a, a, az oldalom, és ez egyébként nagyon sok látogatót vonzott, még mind a mai napig nagyon sokan nézik, legyen az már régóta működő vállalkozóval rende, vagy tehát olyan vállalkozó, aki már régóta vállalkozást üzemeltet, vagy akár új kezdő, tehát mindenki nézi, inspirálódik belőle, nagyon sokan ugye meg is valósítanak ötleteket, Na most, ugye ez egy média oldal, tehát én nap mint nap az írom a, a tartalmakat, még hát a nagy részt én készítem a, a, a cikkeket, és ezt szeretem is igazából, szeretek írni. Ugye több mint, a hat év alatt már több mint három ezer cikk került ki a Minner.hu-ra. Abszolút. És, és ugye ez, ez körülbelül úgy néz ki, hogy most jelenleg körülbelül 130-150 ezer látogatónál járunk havonta, Uh -huh. Tehát ennyi az, aki egyedileg feljön az oldalra, és akkor akár többször is visszanéznek a, a, a cikkekre. És hát az elmúlt hat évben rengeteg minden történt. Egyébként olyan, mintha még csak most indítottam volna el, pár hónapja. <laughs> és néha meglepődök, ilyen régi cikkek jönnek velem szembe, és akkor meglepődök, hogy te jó ég, tényleg volt az is, közös mozizástól elkezdve pókerversenytől, ilyen üzleti pókerversenyt szerveztem, de amit így kiemelnék, meg szerintem az így, az így egy ilyen tanulságos dolog a Minner hat évéből, hogy a rendezvények szervezése az, az, az nagyon jó bejött, már 2016-ban, akkor volt körülbelül két éves a Minner, akkor kezdtem el rendezvényeket szervezni, az egy ilyen tök jó uh -huh. közösséget csinálta. Minnerhez jelentett új szponzorokat, és ö, ott látszott, hogy ott lettek igazi valódi olvasóim, tehát ezt úgy értem, hogy tudod, mint akkor meg, tehát már élőben is látszott. emberek ott elvására. voltak, igen, igen, igen. Igen. És három ezer cikket mondtál, ugye? Három igen. ezer De, aha, de az akárhogy számoljuk, az, évi, az napi kettő átlagba? Az aha, még gombózból is sok igen. tényleg. Tehát, hogy hon, hon, honnan jött ennyi kreativitás, honnan jött ennyi inspiráció, mivel fent tudhat tartani ezt folyamatosan, hat éven keresztül, azért ez nagyon komoly. És ráadásul egyedül, egyedül vezetted a, a, a rovatokat nagyjából, vagy többnyire, ha jól tudom. Igen, hát ugye egyrészt én, én tényleg szeretek írni, tehát ha elkezdek egy cikket, akkor nagyon rövid idő alatt be tudom fejezni, ugye ez maximum attól függ most jelenleg, hogy mondjuk még kell plusz anyag, akkor még gyűjtök hozzá, de valójában maga az írás az nem egy nem egy, nem okoz nehézséget szerencsére, illetve a, a, ez talán azért is, mert lelkesen írom az anyagokat, és, és én, én már bármilyen tartalom van, én már alig várom, hogy az, az kikerüljön a, az oldalra. Nagyon sokat brainstormingolok a, a cikkeken, szerintem egyébként az nagyon sokat segít. Tehát néhány stresszlabda dobálom a falhoz, és akkor <laughs> próbálom. Próbálom kideríteni, hogy hogy fogjam meg azt az adott témát úgy, hogy az jó legyen, populáris legyen, vajon hogy megy át minden információ, tehát így, így, így néz ki az egész. És, és ugye, az nagyon fontos még, ugye, hogy a, a, a fő elmondatod, hogy azt a magazint írod, azt a blogot írod, amit teljes szívesen olvasnál. Tehát szerintem ez az, ami mondjuk talán lejön a cikkekből is, ha, a, hogy benne van a személyiséged, benne van a... Tényleg az a lendület, amivel, amivel írod az egészet? Igen, igen. Ez, ez egyébként a témaválogatásban is uh -huh. benne van. Tehát, hogy, hogy akkor már olyan kerüljön ki a minnerhu ra ami olyan igazán izgalmas, tudod, amilyen. Én, én úgy tudnám elmondani, hogy ami flowban tart. Tehát, ami, ami, ugye nagyon sokszor jön visszajelzés ügyfelektől, hogy, hogy, le, hogy éppen mélyben voltak, vagy nem volt kedvük, vagy vagy valami, és akkor, és akkor a Minner Minner adott nekik egy löketet, de uh -huh. de nagyrészt azért is, mert egyrészt, hogy én csinálom, uh, még mindig ott van stabilan, tehát az egy ilyen tök jó nekik. De, de sokan visszajeleznek, hogy elolvas egy cikket, és totál más, mint amit ő csinál, de ad neki egy löketet, mert hogy nem is tudom, a legutóbbi az volt, hogy mondta, hogy, hogy ő amúgy, ha jól tudom, marketing kivitelezéssel foglalkozik semmi ötlete nem volt, és, és azt mondta, hogy az a fura, hogy őt az a cikk így lette hirtelen, hogy előfizetéses uh, uh, ilyen zöldségboxokról írtam, hogy Amerikában egy cég, aki hány milliárd dollárt szerzett ilyen, ilyen, uh, ilyen szépségkibás zöldségek, gyümölcsök, meg ilyesmikkel, és hogy, hogy ez mekkora a pazarlás van a világban, amúgy is ebbe, minden, és hogy ez neki tök inspiráló volt, hogy ilyen piacok is vannak, és ez az, az azt mondta, hogy visszarántottam. Hm. Szóval ezek ilyen, ilyen, ilyen izgalmas És témák. igazából azt is mondhatjuk, hogy a, végül is az egész magazin ezen, e, vagy erre épült, ez volt, a, ez volt az eredője, nem igazából a kezdted írni először, és abból fejlődött az egész tovább, nem? Vagy, a, vagy az volt így nagyjából az elején? Volt a tűzde, de, de, igazából hamar jött ez, hogy már ilyen, ilyen üzleti cikkeket, főleg vállalkozásölteteket, igen. És akkor ott volt egyébként a nehéz, hogy lépjék ki abból, hogy te csak egy vállalko... hogy te vállalkozás írsz. Tehát én emlékszem, hogy amikor a ilyen 130. ötletnél jártam, vagy 120 kb. Akkor volt az, hogy akkor, akkor, volt egy ilyen több hónapos brainstorming, hogy, hogy hogyan tudom felépíteni és továbbvinni úgy, hogy megmaradjanak a vállalkozás ötletek is, de de tovább lépjen a minner, tehát hogy látszódjon egy, egy fejlődés, mert hogyha nem fejlődök, akkor ugye az olvasóim is fejlődtek, tehát, tehát nem megyek velük, akkor lemaradok.